Köszöntöm nézőinket! A 907-es pozsonyi csatáról emlékezett meg pénteken a Palotai Turul Társaság. A Korompai utcai kopjafánál tartott eseményen Stanke Zoltán, a megemlékezés szervező egyesület titkára idézte fel a magyar történelem egyik kiemelkedő, ám sokáig háttérbe szorított diadalát. A megemlékezésen Stanke Zoltán, a Palotai Turul Társaság titkára szavalt el egy alkalomhoz illő verset, majd a 907-ben zajlott ütközet jelentőségéről beszélt az emlékezőknek. Úgy fogalmazott, a hon visszafoglalást, a hazajövetelt oly remek stratégiával végrehajtó Árpád nagyfejedelem az ősi hazának alapkövét tette le akkor, amikor az európai seregek központosított erejének támadásával szemben megóvta népét a pusztítást, és legyőzte Európa Egyesült Seregeit. Már június 17-én, 907-ben roppant sereg gyűlt össze az Enszentúl, Enzburg vára és Szent Flórián kolostora között, hol maga Lajos király személyesen jelent meg. Az itt megállapított hadjárati terv szerint, melyben Nagy Károly császárnak az avarok ellen ezelőtt több mint egy századdal szerencsésen sikerült hadműködésének utánzására ismerhetünk, a német haderőnek, mely legnagyobb részben nehéz gyalogságból állott, három hadoszlopa osztva egyszerre kellett előre nyomulni, s a Duna völgyében működni. Mind a három hadosztály akadálytalanul nyomult elő Pozsony tájáig, miután az Enszen innen lévő magyar csapatok a túlnyomó erő elől visszavonulva az ellenségnek szabad tért engedtek. A magyar haderő vezetői, mielőtt erejüket összpontosíthatták, csak apróbb lovas csapatokkal nyugtalanították a salzburgi érsek hadosztályát, mely a további előre nyomulást veszélyesnek tartva Pozsony irányában megállapodott, s a könnyű magyar lovasság csatározásai ellen csak célszerűen megerősített táborban találhatott biztonságot. Miután azonban a nemzetségek zászlóaljai megérkeztek, az összes magyar haderő az ellenség haditesteit külön-külön, s legelsőként is a főpapok táborát határozzá megtámadni. Iszonyú volt a viharként rohanó magyar lovasság támadása. Nyilaik zápora tetemes veszteséget okozott a bajorok sűrű soraiban. A megemlékezés zárásaként a Palotai Turul Társaság tagjai koszorúkat helyeztek el a kopjafa talapzatánál. Most illi pekhely,